egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, az Operenciás tengeren is túl, az Üveghegyen, a Kása hegyen, a Mágnes hegyen is túl, ott, ahol a kurtafar Farku túr. A kidőlt kemencének a bedőlt oldalán, vagy a bedölt kemencének a kidőlt oldalán. És onnan még egy bolhaugrásnyira. Na, ott történt ez a mese, amit most elmondok. Volt egyszer egy, egy asszony, Hát egy szegény asszony. Ilyen, ilyen ekkora magam fajta. Nem volt annak semmi egyebe, hanem három gyermeke, három fiacskája volt neki. És ezt a három fiút, ezt ő így a hátán horta, Fogott egy nagy kendőt, kötött belőle egy batyut, abba belepakolta a három fiát, és így vándorolt. Ment, mendegélt, néha megáll, dolgozott egy kicsit, azért kapott ételt, italt, megetette a gyerekeket, és így el volt. Na de aztán egy nap történt egy kis baj. Megállt, letette a gyerekeket a földre, dolgozott, és amikor vissza ők, akarta őket tenni a batyuba, hát nem bírta őket felemelni. Megkapta a három fiát, maga elé tette, és elkezdte őket nézegetni. Azt mondja nekik, halljátok, -e, fiaim, itt lenne az idő, hogy elmenjetek szolgálatot keresni. Nézte a három fiút, nézte, na, ránézett a legnagyobbra, na gyere csak ide. Megkapta így a hónalját, az jó, kiegyenesítette, az állát is fölfelé szegezte az égnek. Na, fiam, te leszel az, aki megindulsz, elmész szolgálatba és a fiút feltarisznyálta. Tett a tarisznyába kenyeret, hagymát, jó, édes, finom borocskát, és megmondta a fiának, hogy induljon így, ahogy van az óra irányába. És a fiú el is indult. Ment három nap, három éjjel, három szempillantásnyit, és abban a harmadik szempillantásban átgondolta, meg is éhezett, meg el is fáradt. Látott ott egy árokpartot, oda leült, kivette a kenyérkéjét a tarisznyából, akkorára nyitotta a száját, s alapot bele a kenyérbe. Jaj, te adjátok meg! Olyan kemény volt az a kenyér, hogy a fiúnak a fogai mai bele törtek. Megfogta a kenyeret, és akkorát hajított rajta, hogy az repült árkon, bokron keresztül ki tudja, hol koppant. Ezzel kapta magát, visszafordult, ment visszafelé, három nap, három a három szempillantást nyit, oda ment az édesanyjához, elé állt, és azt mondta, no édesanyám, én ilyen kemény kenyérrel nem megyek sehova. Hát az édesanyja nézte a fiát, nézte a fiát, és azt mondta, na jó van, ha nem mész, gyere, üljél ide a szoknyámnak a szélére. Hát így volt, leült. Nézte a másik két fiát, ránézett a középsőre, és mondta neki, no édes fiam, gyere csak ide, állj meg itten elém. Megállt a fiú, megint a hóla alá kapott, jól megigazította az állát, és fölfelé szegezte az égnek, megtarisznyálta őt is, ő is kapott borocskát is, kenyeret is, vörös vöröshagymát is, és megindult a fiú. Ugyanúgy, mint a testvére. Ment egyenest. Három nap, három éjszaka, három szempillantásnyit. Hát mit ad ez a csuda világ? Hát pontosan oda érkezett, ahova az ő testvér Leült az árukpartra, nő is nagyra nyitotta a száját, amekorára bírta, harapott bele a kenyérbe. Hé, hey, uram, Hát ez a kenyér is olyan kemény volt, de olyan kemény, hogy megkapta, s rajta akkorát, hogy repült árkon, bokron keresztül, ha jól tudom, egy tücsök fején koppant a legvégén. Visszafordította magát. Három nap, három éjszaka, három szempillantás nyit. S odaért az édesanyja elé, belemézett egyenest a szemébe, és mondta, no édesanyám, én ilyen kemény kenyérrel nem megyek sehova. Nézte az édesanyja, nézte, mit csináljon vele. No, fiam, semmi baj hallod? Üljél ide a szoknyámnak a szélére. Leült a fiúcska. Ült az asszony, ült, gondolkodott, kicsi fiát még se akarta elküldeni. De akkor kicsi Jankó kapta magát. Oda perdült az édesanyja elé, és azt mondta neki, édesanyám, engem tarisznyáljon fel, majd ide megyek világgá. Jaj, kicsi Jankó! Hát a tarisznyád leérne a földre. Hát föl se tudlak tarisznyálni. De nem ám úgy. A fiúcska kapta magát. Kiúzta magát jó egyemesen, Az állát fölszegte az égre, és kérte a tarisznyát a vállára. Az édesanyja ugyanúgy megpakolta, mint az előző kettőnek tett bele vörös hagymát, kicsi borocskát, s beletette neki a kenyérkéjét is. Jankó kiegyenesítette magát, megindult az orra irányába szépen előre. Ment három nap, három éjszaka, három szempillantásnyit, és abban a harmadik szempillantásban hát tisztán látta, hogy a bátyai hol ültek. Ő is szépen letelepedett, kitett mindent maga mellé, és kezdett eszegetni. Fogta a kenyeret, hatalmas nagyra nyitotta a száját, és beleharapott a kenyérbe. Hát amikor a kenyérbe beleharapott, ez éppen olyan kemény volt, mint az előző kettő. Micsoda, mondta a kicsi Jankó, hogy engem ez a kenyér így meg lesz késztett, azt ugyan nem és addig rágta, addig rágta, míg belerágta magát a kenyérnek a közepébe. No, de ekkor, ekkor a kenyér megszólalt. És azt mondta Jankónak, kicsi Jankó, figyelj ide rám, ügyes erős legény vagy, ezért adok neked egy jó tanácsot. Amit egyszer elkezdesz, azt vigyed végbe. Hát a Jankó az úgy meglepődött, abba is hagyta a kenyérnek a rágását, visszatette a tarisznyába, és megindult tovább előre. Megint meg három napot, három éjszakát, három szempillantást, na abba a harmadik szempillantásba egy erdőbe találta magát, és az erdőbe ott volt egy kunyhó. A kunyhó előtt ott, ott, ült egy öreg asszony. Há, mit öreg asszony? egy csúf banya. Akkor a foga volt itt neki itt elől, hogy a száját nem tudta bezárni, bizony becsukni. És két akkora füle, hogy tapsolni is tudott volna vele. Köszönt neki illendőképpen Jankó, hogy szép jó estét, öreganyám! Az nézte Jankót, nézte, és mondta neki, no fiam, Szerencsét, hogy öreg anyádnak szólítottál, ha nem hallod, mi áradba vagy te itt erre felé, ahol a madár se jár. Én bizony, szolgálatot keresek, mondta Jankó. No de, szavamat ne feledjem. Hát, amíg beszélt a banyához, ott a banya háta mögött megmozdult valami. És kicsi Jankó nézett a banyának a háta mögé a édes élet! Ott volt egy lány. Olyan lány, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Csoda szép volt. Sőt, pillogotni, ekkora pillái voltak. Jaj, Jankónak a szíve úgy megdobbant, hogy azt se tudta, mit csináljon. No, de a banya mondta neki, hogy no, ide figyelj, gyere csak velem, és kivezette az udvarra. Az udvaron ott volt egy kút. Nézzé bele a kútba, te fiú! Jankó belenézett a kútba. Na, mit látsz benne? Csillagot. Sok csillagot. Sok csillagot, jól látod? No, állj neki! És az összes csillagot a kútból kihúzzad. Reggere. Mert ha nem addig élsz, hát jó, mondta Jankó. Neki gyürközött, megfogta a vödröt, leeresztette, ott meglóbálta, elkapott egy-két csillagot, felhúzta és kidobta a fűre. Teltek, múltak az órák. Jankó egyre fáradtabb volt, szakadtak le a kezei. Egy kis idő múlva, arra gondolt, hogy ő bizony ezt nem bírja erővel tovább. No de akkor, egyszer csak, hát eszébe jutott a kenyér. Mit mondott neki a kenyér? Azt mondta, hogy aminek egyszer neki kezd, azt abba ne adja. S nem is, feltűrte az ingének az ujját, s neki még egyszer, s dobta ki a csillagot, dobta ki a csillagot. Na de hát mit nem mondjak? Az történt, hogy minél több csillagot húzott ki a vízből, annál több lett a csillag. De Jankó csak dolgozott, csak dolgozott. És egyszer csak olyan hajnalban, olyan öt óra tájt. Nézi Jankó a vizet. Jaj, hát abban már csak egy picike hold világol a csillag egy sem. A csillag, mint ott feküdt a füvön, harmad képében. És még dolgozott egy picinke időt, kivilágosodott, és az összes csillag eltűnt a kútból. Jankó alig várta, jöjjön a banya, és jött is. No, hallod, ügyes fiú voltál, Jankó, hanem hallod-e? Szeretném tudni, mi legyen a fizetséged. Hát, én annak a lánynak a kezét kérném, akit ott látta, öreg anyám, a mögött. A lány már ott is volt, így pillogott, né megint, és nézte Jankót. Hát persze, hogy megkapta, nem csak az egyik kezét, mind két kezét. Olyan nagy volt a boldogságuk. Fogta magát, Jankó. Elindult hazafelé, megkereste az édesanyját. Testvérbátyjait, akkor a lakodalmat csaptak, no én is ott voltam. Azóta már jó idő eltelt, azóta se meg nem éheztem, se meg nem szomjaztam, annyit ittam, annyit ettem. Ennek a mesének itt a vége, fussatok el véle! Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy, egy legény. No, ez nem akármilyen legény volt. Ez olyan legény volt, akinek nem volt se anyja, se apja. Ez a legény soha, sehol, és senkitől nem született. Ez a legény éldegélt, aztán egyszer kapta magát, és úgy gondolta, hogy elmegy ő bizony világot látni s el is indult. Ment mendegélt. Elég hosszan mendegélt. Aztán elfáradt, és beért egy, egy erdőbe. Kicsit bejjebb ment az erdőbe, és látta ám, hogy nem messze fényvilágol. Közelebb ment, látott egy házikót. A házikó előtt ott ült egy, hát egy öreg ember nézte a legény, nézte az öreg embert, csodálkozva nézte, azt látta, hogy az öregembernek embernek nincsenek szemei, fogai nincsenek. Szép jó estét, öreg apám, így szólt hozzá. Neked is, édes fiam, hát te mit keresel -e erre felé? öreg apám, én Jöttem világot látni, és ha lehetne, ha kaphatnék egy kis szolgálatot, itt is maradnék egy kicsit. No, legény, szolgálat az bőségesen van. Ha te segítesz nekem, én is segítek neked. Gyere, üljél ide mellém. A legény leült, és együtt vacsoráztak. Tejbe aprított kenyeret ettek hogy az öregnek ne kelljen rágni. És ahogy ettek, kérdezi a legényt, hogy hát, regapám mi történt? Hol vannak a, a fogai? És hol vannak a szemei? Ja, édesfiam, ne is kérdezd. Réges régen, amikor még fiatal voltam, akkor bajba keveredtem a tündérekkel. És elvették mind a szemeimet, mind a fogaimat. Azóta itt éldegélek így egymagamba. No és öreg apám, mit tudnék én segíteni? Ó, vannak nekem birkáim, azokat kellene kihajtani, hogy jól tudjanak lakni, mert itt a kunyó körül csak ezt a satnya kis füvet ezt tudják legelészni. Hát azt én szívesen megteszem, és így is volt. Hajnalba alig pirkat. Felkelt a legény, felöltözött, kereste a birkákat, meg is találta őket, de jött az öreg ember, és mondta neki, legény, figyelj ide, hajthatod a birkákat bármerre, de a nagy legelőre, ahol olyan vastag húsos a fű, oda ne me menjél, mert ott nagy baj fog történni. A legény végighallgatta, és megindult a birkákkal. Ment, mendegélt, és egyszer csak lát egy legelőt. Hát azon a legelőn, hát akkora a fűszál, mint a karom. Hát ő még ilyet nem látott. Az is eszébe jutott, hogy no, ide nem szabad bemenni. No, de hát, milyen legényű? Jó ő? Ő olyan legény, aki soha senkitől nem született és neki bizony nem parancsol senki. Így hát fogta a birkákat, és egyenesen bele terelte őket a vastag fűbe. Hé, hey, a birkák! Csak ettek, csak harapták a füvet egész nap. A legény meg lefeküdt, nála volt a furujája, és furujázgatott. Ahogy furujázgatott, el is pillettek a szemei, és egy kicsikét elszúnyókált. Arra ébredt, hogy valami nagy viháncolás van körülötte. Fölnézett, tündéreket látott. A tündérek ott nézegették, incselkedtek vele, s táncoltak. Na legény, na legény, fújjad azt a furuját, hadd táncoljunk. Megfújom én. És a legény elkezdett furujázni. A tündérek meg elkezdtek táncolni. Táncoltak, táncoltak, kezdtek fáradni. Te legény, most már hagyd abba! Nem ám, Ő az a legény, aki soha senkitől nem született, és neki nem parancsolt senki. Úgy fújta, de úgy fújta, nem csak a száján, az orralikán keresztül, úgy is fújta a furujáját. A tündérek egyre jobban fáradtak, a végén már könyörögtek. Te legény, te legény! hagyd abba a furuját, nem tudjuk abba hagyni a táncot. De a legény akkor is fújta. Abba hagyom én, ha megmondjátok, hol vannak az öreg embernek a szemei meg a fogai. Megmondjuk, csak hagyjad abba. Abba hagyta a legény, szépen lassan, de azért még fújt rajta egyet-kettőt. A tündérek leroskadtak, gyorsan mondjátok, hol vannak a fogak, hol vannak a szemek. Ott fönni azon a száraz körtefán, annak a legmagasabb ágán, ott egy bőrtarisznya. Benne lóg minden. Jó, fogta magát a legény, oda a körtefához, szépen felmászott rá, fel egészen a legmagasabb, legvékonyabb ágig, onnan a bőrzacskót leszette, a fáról leugrott, terelte vissza a birkákat, Na de az öreg ember mikor meglátta, meglátta a birkáit, azok úgy ki voltak gömbölyödve, hogy alig szuszogtak. Mit csináltál, te legény? Nem megmondtam, hogy ne menj arra a legelőre. Csak nyugodjon meg, öreg apám. Ő ide. Nézze meg, mit hoztam. Szedte elő a bőrtarisznyát, és tette ki a szemeket meg a fogakat úgy tudjátok meg, az öregembernek mondani se kellett. Szaladt oda a fűhöz, dörzsölte a fogakat, dörzsölte a szemeket, és tette vissza a helyükre. Pislogott nagyobb, nagyokat. No, öreg apám, látte? Jaj, még nem, jaj, még nem! Még dörzsölte a szemeit, még dörzsölte a fűvel. No, öreg apám, most látte? Hát, valami vonalakat látok, de nem egészen tisztán még, még dörzsölte, még dörzsölte, és egyszer csak fölkiáltott. No legény, én most téged látlak. Jaj, hát de nem csak szemei lettek, nem csak fogai. Abból az öreg vén emberből olyan dali legény lett, hogy én magam se láttam ilyet. No jó, van legény, megmondtam neked, jótét helyébe jót várjál. De most pihenj egy kicsit. Rég nem hajtottam ki a birkáimat. Én most kihajtom őket. Te meg addig feküdjél. No, de figyelj ide. A házba be nem menjél. De főképpen a szobámba be nem És ezzel elment. Hely, a legény Gondolt egyet? Ah, ki volt a legény? Hát aki soha senkitől nem született, csak akinek senki nem parancsol. Bement a házba, megkereste a szobát, és a szobába benyitott. A szoba sötét volt. Olyan sötét volt, hogy alig lehetett látni. De aztán a szobának az egyik sarkában megcsillant valami, Uda ment a legény, lehajolt. Úgy képzeljétek, hogy a szoba sarkába ott volt egy ekkora picike kis malom. A malom forgott, és őrült. És ahogy őrült, színarany perget róla belőle. Jaj, több se kellett a legénynek. Megfogta, belemártotta az ujját az aranyba. ha Kaptál az ujját? Nézte a kezét, tiszta arany lett a keze. Hát, ahogy nézi a kezét, egyszer csak a háta mögött megszólalt valaki. Ej, legény, legény, mit csináltál? Ezt lemem moshatod? És az öreg... Meg fogja tudni, hogy ben voltál a szobába. Megfordul a legény, nézi, hogy ki kiabál. Embert nem lát. Lát egy lovat, egy göthes lovat. Úgy van kikötve a szobának a sarkába, hogy előtte ott az ennivalója, de nem tud belőle enni. Csak szenved, csak nyújtogatja előre a nyakát. Jaj, te! Ló, várj egy kicsit, mondta a legény. és azon megkapta az ennivalóját, s közeltette hozzá. A ló meg neki áll tenni. Hát, ahogy evett egy pár falatnyit, megrázta magát, és olyan csoda szép lett belőle, hogy ilyet még senki nem látott. És mondja a legénynek, legény, gyorsan, pattanya hátamra, az öreg már tudja, hogy bejöttél a szobába. Ráült a kosra, s viharzik ide hozzád, meneküljünk. Ráült a legény a lóra, és kezdtek menekülni. Úgy száguldott a ló, szinte repült. No de hiába, egyszer csak azt mondja a legénynek: Te legény, te legény, kezdek fázni, hallod-e? Jön utánunk az öreg, figyelj ide! Nyújjál ide a fülemhez, és vakard meg! A legény előre nyúlt, megvakarta a lónak a fülét, s abban a szempillantásban annyi bogár, annyi muslinca repült ki a lónak a füléből, s mint hátra, neki, az embernek, s mentek mindenhova, bele a fülébe, órába, szájába, le is esett a kosról, amit lovagolt. Ők meg mentek tovább, iparkodtak, mentek erősen. De egy idő után a ló megint csak azt mondja, hé, legény, vakart meg most már a másik fülemet, mert kezdek nagyon fázni, jön utánunk az öreg. No, megvakarta a legény a fülét, na de most nem moslincák jöttek, hanem szóró bogarak, bizony, darazsak, szúnyogok, minden olyan bogár, aminek fullánkja van és repültek hátra, s ott szúrták az embert, ahol bírták. No, le is esett a kosról. No, mentek tovább. De hiába, egy kis idő múltán megint mondja a ló, jaj, legény, én most már azt se tudom, mit csináljak. Megint nagyon fázom. Itt van mögöttünk az ember. No, ide figyelj! feküdj szépen rám, és kapaszkodjál erősen a nyakamba, lemessél. A legény előre hajolt, ráfeküdt a lóra, erősen megkapaszkodott benne, és akkor a ló engedte, hogy a kos egészen közel jöjjön hozzá, oda a háta mögé. Amikor már majdnem olyan közel volt, hogy így ni összeértek, akkor kapott magát, kapta magát a ló, hátra rugott, akkorát rugott, hogy bizony az ember a kosról leesett. Hátra nézett a legény, és tudjátok, mit látott? Egy nagy bajuszt, amint a koson lovagol, az ember meg nem volt sehol. Jaj, megörült a legény, és ment most már szépen lassan tovább, de hát hova menjen. Eszébe jutottak a tündérek, csak megnézi, mi van velük. És így volt. Elment oda a mezőre, a nagyfűűű mezőre, s ott is voltak a tündérek. Hát táncolgattak. De? Ott a tündéreknek a háta mögött, ott volt egy kút. Abba a kútba belehajolt egy csodaszép tündérlány. Annak a haja, színarany volt. A színarany haja belelógott a kútba, és a színarany hosszú hajával, vödörrel vizet meregetett a kútból. Nézte a legény, hát ő ilyet még nem látott. Tündérek, hát mit csinál a hugotok? Miért húzza a hajával a vizet a kútból? Miért húzza, miért húzza? Azért úzza, mert az az öreg ember, akit te megmentettél, az egy átkozott vémember, megátkozta. Addig el nem eresztheti a hajával a vödröt, amíg élő aranyat nem lát. Élő aranyat? Hát a legénynek több se kellett. Hát tudjátok, mi jutott eszébe? Hát az ő színarany keze. Megfogta a kezét, sígni, oda mutatta a tündérnek. Abban a pillanatban a vödör visszaesett a kútba, s a lány szépen fel tudott egyenesedni. Jaj, de csoda szép volt! A színarany hajával, az égszínkék szemével úgy ragyogott, hogy a napra lehetett nézni, de rá bizonynám. És úgy nézte a legényt, hát pontosan úgy, ahogy a legény nézte őt. Egymásba szerettek. Így volt bizony. Össze is házasodtak. Nagy lakodalmat csaptak. Ma is élnek, ha meg nem haltak. Hiszitek a mesémet? Ha nem, minek hallgattátok?